Átlagosan 30 ezer forint hektáronkénti támogatást igényelhetnek a minimum 2 hektártól nagyobb területen fekvő erdőkre a tulajdonosok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei magánerdőgazdálkodók már várták ezt a támogatási formát, azelőtt erre a célra nem kaptak sem állami, sem uniós forrást. A műszakilag befejezett erdőségek ápolására, nemes nyarasok nyesésére és a tisztítási munkák elvégzésére ad lehetőséget a visszanemtérítendő hozzájárulás. Ez a jövőbe való befektetés, tehát fiatal erdőkben, ahol faanyag még nem igazán kerül ki, de olyan munka van, amit el kellene végezni az állomány, az erdőállomány érdekében, és a jövő fatermesztés, a minőségi fatermesztés érdekében, és ez a lépcsőfok, ez kimaradt most a magánerdőgazdálkodásból, azért, mert nagyon hosszú távra kéne befektetni, és az erdőgazdálkodók tőkehiányosak, és nem tudják ezt a munkafázist elvégezni, és ez most ebben fog segíteni. Az erdőn végighaladva is látszik, hol ritkítottak, nyestek annak érdekében, hogy jobb minőségű alapanyag magasabb áron kerülhessen be a faiparba. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 128 ezer hektár erdőterület van, melynek 2/3, több mint 90 ezer hektár magántulajdonú. A délnyírségben az akácfajok a szatmár-beregi területen a tölgyesek jellemzőek. 1992 után telepítették a magánerdők 35%-át, sok fiatal erdő van, amelyre igényelhető a támogatás. A kérelmeket 2016. április 1-e és április 30-a között lehet benyújtani elektronikus úton. Megjelent a magyar közlönyben a támogatások ütemezése, amelyben nem csak az erdészeti, hanem minden vidékfejlesztési támogatásnak a tervezett meghirdetési időszakát, meghirdetési hónapját taglalja ez a táblázat. Ahhoz képest azt kell mondani, hogy már elmaradásban vagyunk, pedig még csak márciust írunk. Tehát valószínűleg több támogatás csúszni fog, ami ugye gondot okoz a gazdálkodóink számára. A vidékfejlesztési programban 2020-ig 100 milliárd forint kerülhet az erdészeti ágazatba.